Kecelváros önkormányzata nevében szeretettel köszöntöm Önöket ünnepi képviselőtestületi ülésünkön, Kecel újratelepítésének 285. és várossáavatásának 26. évfordulója alkalmából. Rendezvényünk kezdetén kérem, énekeljük el közösen nemzeti himnuszunkat. Az én kertem a te kerted című verset Csík Máté nyírjasi óvodás mondja el nekünk. Felkészítője Tamaskó Katalin. Az én kertem a te kerted, rajzoltam egy képet, virágokkal tele, színeseket ültettem az én kertembe. Rózsát, szegfűt, nárciszt, kikericset, tulipánt, elhoztam ma mindet nektek, kötöttem rá pántlikát. Köszönteni jöttem vélük, szívem büszkeséggel telve, óvónéninek szívből szeretettel. Felkérem Hasziló Ferenc urat, Kecelváros polgármesterét ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Kecel újratelepítésének 285. és várossá nyilvánításának 26. évfordulója alkalmából köszöntöm Önöket. Szeretettel üdvözlöm a jelen ünnepségen elismerés átvételére meghívott vendégeket. Külön tisztelettel köszöntöm országgyűlési képviselőnket, Bányai Gábor urat, és feleséget, és Annácskát. Tisztelettel köszöntöm Kecel díszpolgárait. A Kecel városáért, Kecel város fejlődéséért kitüntetetteket. Az év vállalkozója, az év polgárőre és a Prokultúra cím viselőit.
Szeretettel köszöntöm az önkormányzat vezetőit, a képviselőtagokat, Kecelváros képviselőit, bizottsági tagokat, a hivatali intézményi kollégákat, az egyházak vezetőit, képviselőit, az erre is emlékezem pályázat alkotóit és zsűri tagjait, és valamennyi megjelent kedves vendéget. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, április 22-én településünk alapítását ünnepeljük. Fejet hajtunk az alapító Patasics Gábor érsek emléke előtt, és átadjuk a város elismeréseit az arra méltónak találtatott személyeknek. Együtt vagyunk, együtt örülünk, együtt emlékezünk. Ma egy díszpolgár két Kecel városáért, egy Kecel város fejlődéséért, egy év vállalkozója és egy prokultúra elismerés kerül átadásra, polgárőreink kitüntetettjeinek sora pedig két fővel bővül. Köszönöm azoknak, akik javaslatukkal felhívták a városvezetés figyelmét a most itt, az első sorokban ülők tevékenységére, munkásságára, és kérem, hogy a jövőben is bátran tegyenek, bátran tegyünk javaslatokat az elismerésekre. Apró lépésnek tűnik, hogy eszünkbe jut valaki, és javasoljuk, mert számunkra követendő példa, de mégis nagy lépés, amikor itt áll, mint kitüntetett. Mi sem illik ide jobban, mint Patasics érsek legtöbbet idézett mondata. Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni. Amikor elindulunk egy ötlettel, javaslattal, tettel, akkor nem vagyunk egyedül. Egész biztosan akad, aki csatlakozik hozzánk, tovább viszi, beteljesíti a mi talán egész pici lépésünket. A kitüntetettek méltatásában majd hallhatjuk, hogy mennyire meghatározó volt számukra a család, a szülők mintája, egy nagymama gondoskodása, egy gyermek, egy kisunoka születése. Létrehoztak egy csapatot, amelynek ügyért a sokszor nem túl népszerű vezetői munkát is vállalták, és a város biztonságának ügyért, vagy annak szépítéséért nap mint nap gondosan munkálkodnak. Hallhatjuk majd azt is, hogy a szinte gyermekkortól folytatott munka hogyan hozta meg a gyümölcsét, vagy hogyan ért be egy könyv, amelyért többen gondolkodtak, dolgoztak együtt. Tehát bármilyen nagyszerű is egy-egy ember, sosem csak neki, hanem a körülötte állóknak, családnak, barátoknak, kollégáknak köszönhető egy-egy tartalmas életút, munka és a talán sikernek nevezhető mostani találkozásunk. Bizonyosan köszönhető hitnek és kitartásnak, szorgalomnak és tudásvágynak, és talán nem sértő, hogy sokszor az emberek kevésbé pozitívnak titulált tulajdonságainak is, gondoljunk csak a makacságra, a saját véleményünk kitartó hangoztatására, vagy hogy egy-egy feladatban egyszerűen csak mi szeretnénk nyerni. Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni. A hitünk a mai világban mindennél fontosabb. Aki hisz Istenben, annak erős támasza az imádság és a párbeszéd, amit egy-egy gondjában, bajában Istennel folytat. Önök, akik itt ülnek, akár vallásosak, akár nem, egészen biztos, hogy valamennyien hisznek legalább egy valamiben. Egy ügyben, egy emberben, egy családban, egy csapatban, vagy egy cégben, valamiben, amiről úgy gondolják, érdemes munkát fektetni bele, szeretetet áldozni érte, megkínlódni érte, sírni érte, vagy csak együtt lenni vele, az időnket, energiánkat áldozni rá. És akkor még nem szóltam arról, hogy milyen szerepe van a véletleneknek. Milyen értékes lehet egy idegentől érkező, problémánkkal összecsengő mondat, egy idézet, amit valahol olvasunk vagy hallunk, és pont nekünk szól egy kézszorítás, ölelés, mellyel megtisztel valaki, aki talán nem is tudja, milyen nagy gondunk van éppen. Egy megerősítő, biztató jel. Jel, ami a megfelelő pillanatban megment attól, hogy feladjuk, hogy visszaforduljunk, hátat fordítsunk akár emberi gyengeségből, akár csalódásból attól, amiért már nagyon sokat tettünk, dolgoztunk, amiben hittünk és szerettünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, önök nem adták fel. Ahogyan nem adták fel őseink sem, akik 1734-ben újra telepítették Kecelt, akik gondoskodtak róla az azóta eltelt 285 hosszú évben. Feladatul adták nekünk,
hogy folytassuk az általuk megkezdett munkát, mert nem hagyhatjuk abba, nem adhatjuk fel sem magunk miatt, sem a város érdekében. Köszönöm, hogy önök velünk városvezetőkkel együtt gondolkodnak, javaslatokat tesznek, és mindig új ötletekkel keresnek fel bennünket. Köszönöm, hogy nem hagyják, hogy feladjuk fáradtságból, elkeseredésből, vagy alkalmadottán sértettségből, mert úgy érezzük, egy-egy kijelentésre igazán nem szolgáltunk rá. Minden nap új nap, minden nap új lehetőség. Minden évben elmondom, mert minden évben aktuális. A mai nap a legalkalmasabb Kecel életében a lecsendesedésre, a köszönetre és a hálára. Patasi érsek szobra elé hagyományosan virágokat helyezünk, galambokat engedünk a szabadba. Átadjuk elismeréseinket, és bemutatjuk az erre is emlékezem pályázat alkotóit, alkotásait. De ami a legfontosabb, együtt vagyunk. Húsvét lecsendesedése után április 22-e tiszteletére szép ünnepet kívánok mindannyiuknak. Köszönöm megtiszteltek figyelmükkel! Szép hagyomány, hogy minden évben a település születésnapján adjuk át a képviselőtestület díjait, elismeréseit. A keceli lakosok által benyújtott javaslatokról a testület januárban döntött, és 2019-ben a következő elismeréseket adományozza. Felkérem polgármester urat az átadásra. Kecel díszpolgára címet vesz át Antoni Györgyné. Antoni Györgyné Perics Ágnes 1960-ban született Kalocsán. Szülei külföldön dolgoztak, ezért nagyszülei nevelték fel. Életszemléletét nagymamája nevelési elveinek köszöni. Egy testvére van, Éva, aki szintén óvodapedagógus. Az általános iskolát Kecelen végezte, Kiskunhalason a Sziládi Áron gimnáziumban érettségizett. Óvónői diplomát a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben szerzett 1982-ben. A hajdúböszörményi Varga István Pedagógiai Főiskolán 1999-ben tette le vezető óvodapedagógus szakvizsgáját. 2006-ban a megyei önkormányzat Garbai Sándor szakközépiskolája és kollégiumában csecsemő és kisgyermekgondozó szakképesítést szerzett. Az oktatási hivatal képzésén köznevelési szakértő lett. 2015-ben mesterpedagógus, köznevelési szakértő, minősítő szakértő, auditor képesítésekkel bővült szakmai pályája. Hivatását 1980-ban kezdte Kecelen, a Szilosi óvodában. Látva az óvoda szegényes helyzetét, sikerült elérnie, hogy vizes blokkot alakítsanak ki, kerítést építsenek, és az óvodát udvari játékokkal szereljék fel. 1995-ben a régi bölcsöde helyén kialakított óvoda tagóvoda vezetője lett. A pedagógiai munka alapját képző 7 színvirág pedagógiai program megírásában vezető szerepet töltött be. 1998-ban a Bács-Kiskun megyei közoktatásért közalapítvány pályázatán kreativitásra és hagyományok ápolására nevelő óvodai programok címmel sikeresen pályázott. 2001. augusztus 1-én nevezték ki Kecelváros önkormányzat óvodája igazgatójának, jelenleg 4. ciklusát tölti. Az óvoda történetében ő az, aki a leghosszabb ideig irányította az intézményt. 40 éves óvodapedagógusi munkája után szeptemberben vonul nyugdíjba. 2001-ben felújítatta a régi bölcsödét, 2002-ben az újfalusi óvodát, 2003-ban a Cinkapanna óvodát. 2009-10-ben megújultak a játszóudvarok és a központi óvoda,
2011-ben került átadásra az új bölcsőde és az óvoda igazgatóság, 2013-ban a Nyírjasi óvoda újult meg pályázati forrásból. Két nyertes Comenius projekt és egy nyertes Erasmus Plus pályázat során nemzetközi kapcsolatokra és barátokra is lehet az intézmény. Vezetése alatt sok olyan feladat valósult meg, mely emelte az intézmény szakmai színvonalát. Szakmai munkaközösségeket szervezett és támogatta munkájukat. Rendszeres értekezleteket tartott, továbbképzéseket szervezett, segítette a belső tudás megosztást. Munkáját partnerközpontú működés jellemezte. Fontosnak tartotta a dolgozók egyéni szakmai fejlődésének támogatását. Akkreditált tehetségpontokat szervezett, fejlesztette az IKT eszközöket. Segítette a nemzetiségi nevelést, egységes dokumentációt vezetett be, erősítette a gyerekek és a pedagógusok helyi rendezvényeken való aktív részvételét. Jó hangulatú intézményi rendezvények kapcsolódtak személyéhez, közös Mikulás és karácsony, óviskerge, gyermeknap, szavalóverseny. Kecelváros önkormányzat óvodája és bölcsődéje 17 éven át tartó, magas szakmai szintű, innovatív, gyermekközpontú vezetéséért, a szervezet megújításáért, az infrastruktúra fejlesztéséért javasolták díszpolgári címre kollégái. Úgy látják, hogy vezetőként és szakmai munkája során is szem előtt tartotta mindazon elveket, amelyek ma is segítik az intézmény korszerű menedzselését, az önálló arculat kialakítását és megtartását. A folyton változó jogszabályi környezetben és elvárások között a dolgozók és az intézmény érdekeit mindig hatékonyan képviselte a partnerek felé. Ági fontosnak tartja, hogy a bölcsődei és óvodai nevelés megalapozza és segítse az itt élők hosszú távú jövőjét, és olyan értéket teremtsen, ahol a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket. Lokálpatriótaként mindig arra törekedett, hogy a helyi kisgyermekek és családok jólétét, vidámságát, örömét elősegítse, valamint Kecel hírnevét öregbítse. Mindezeknek köszönhetően méltán kijelenthetjük, hogy Kecelváros önkormányzat óvodája és bölcsődéje az ő vezetése alatt vált a város elismert intézményévé. Ági 1980-ban kötött házasságot, férje Antoni György egyéni vállalkozó. Két gyermeket neveltek fel. Andor nagypapája foglalkozását követve hajón dolgozik, és Anika, kinek révén 7 napja boldog nagymama. Kecelváros önkormányzatának képviselőtestülete Antoni Györgyné részére Kecel díszpolgára címet adományoz a lakosság érdekében az oktatás nevelés területén végzett kiemelkedő szakmai és közösségi tevékenysége elismeréseként. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, igazán csodálatos ez a nap a számomra, nagyon sok szempontból. Köszönöm azoknak, akik annak idején megválasztottak, bíztak bennem, és megválasztottak az intézmény igazgatójának, támogatták a munkámat az elmúlt évek során végig. Köszönöm munkatársaimnak, akik nélkül most nem lehetnék itt. Nyilván egy intézmény vezetőjén sok múlik, de csak azokkal együtt lehet elérni eredményeket, akik velem voltak, akik velem együtt dolgoztak, úgyhogy köszönöm nekik is a 40 évet, és azt is, hogy most itt állhatok. A családomnak, barátoknak, mindenkinek köszönöm az elmúlt egy évet, ami nagyon nehéz volt számomra, de minden nap volt egy kedves üzenet, minden héten volt egy levél, egy szál virág, ami lehetővé tette. Hogy ma itt vagyok.
mindenkinek köszönöm. Mindenkinek még egyszer köszönöm, és nagyon-nagyon köszönöm a családomnak, a férjemnek, a testvéremnek és a gyerekeimnek, és mindazoknak, akik segítettek. Még egyszer, nagyon boldog a mai napom. Köszönöm, és mindenkinek kívánom, hogy része legyen benne. Kecel városáért kitüntetést vesz át Mihály Ferenc. Mihály Ferenc 1955-ben született Kecelen. 1962-ben családjával Újtelekre költöztek, így az általános iskolát ott végezte. 1973-ban Kecskeméten a 607-es ipari szakmunkás képzőben végzett, mint víz-gáz központi fűtésszerelő. Már szakmunkás tanulóként és azt követően 1979-ig a Bács-Kiskun megyei állami építőipari vállalatnál dolgozott, így sajátította el szakmája alapjait. 1979 áprilisában alapított saját vállalkozást Kecelen, amely így pont a napokban ünnepli 40 éves fennállását. Az alapítással egy időben költözött vissza Kecelre, és családjával azóta is itt él. 1991-től megalakulásától a Modus Kft. Résztulajdonosa, egyik alapítója. 1995-ben nyitotta meg saját szerelvényboltját, mely családi vállalkozásban működik. Nagy segítség a kecelieknek, hogy nem kellett, nem kell vidékre járni a hétköznapokban, vagy egy-egy építkezés alkalmával, mert ahogy mondják, mindent megkapnak a Fefe boltjában. Vállalkozásában 8-10 főnek ad munkát. A dolgozók közül van, aki már 25 éve a munkatársa, stabil kollektívával végzi a feladatokat. Itt dolgozik felesége, Lehocki Margit, akivel 1980-ban kötöttek házasságot. Szabolcs fia a kezdetektől a szakmában dolgozik, Hajni lánya pedig a bolt üzletvezetője. Kisunokáját, Szabolcsot 2015-ben az év első keceli fiú kisbabájaként köszöntöttük, kistestvérének születése a napokban várható. Nagy öröm, hogy úton van már családjában a harmadik kisunoka is. Mihály Ferenc cége 1979 óta tervezi és kivitelezi magas színvonalon a víz, gáz, fűtés és csatorna közművek kiépítését az alábbi helyszíneken. Kecel összes közintézményében polgármesteri hivatal, iskola, óvoda, bölcsőde, sportcsarnok, könyvtár, csendes őszidősek otthona. A Fenyő és a Melinda társasházban, a Gombasoron. Csak a városban 1000 családi házban dolgoztak, a csatorna program során 1200 bekötést végeztek. Csapatával főként helyben és a környező településeken Bács-Kiskun megye területén vállal munkát. Mindig pozitívan áll a problémás esetekhez is. Ha nagy ritkán gond támad az általuk kivitelezett munkákkal, csapata soron kívül megoldja, kijavítja a hibát. A város megbízható, korrekt munkavégzését, stabil munkáltatói voltát, a helyi közösség számára kifejtett szakmai erőfeszítéseit ismeri el a számára adományozott kitüntetéssel. Kecelváros önkormányzatának képviselőtestülete Mihály Ferenc részére Kecel városáért kitüntetést adományoz a város fejlődése érdekében végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként. Rövid leszek, csak annyit szeretnék mondani, köszönöm a jelölőknek és a támogatóknak. Köszönöm.
Kecel városáért kitüntetésben részesül Orcsik István. Orcsik István 1957-ben látta meg a napvilágot Kalocsán, polgári családban. Kettő féltestvére van. Általános iskolai tanulmányait Kecelen és Budapesten végezte, majd Jánoshalmán a mezőgazdasági szakmunkásképző iskolában szerzett növénytermesztő gépész szakirányú végzettséget. 1978-ban feleségül vette Haszilo Katalint, s harmonikus, szeretetteljes kapcsolatuknak köszönhetően két gyermek, Bernadett és Attila büszke édesapja. Két kisunokája van, Erik és Lili. Dolgozott a Szőlőfürt mezőgazdasági szakszövetkezetnél, a Dunántúli talajjavító és talajvédelmi vállalatnál, a Kecskeméti borgazdasági kombinátnál, a géphasználati szakcsoportnál, a Shoppinger Kft-nél, majd a megyei Takisnál. A Modus Vivendi Kft-nél 4 éven keresztül volt munkagépkezelő, illetve tehergépkocsi vezető. 1998-tól kezdődően Kecelváros területén mezőőri feladatokat lát el. 1992. szeptember 3-án társadalmi összefogásra megalakult a Keceli Polgárőr Egyesület jogelődje 17 fővel, melynek elnökletével Orcsik Istvánt bízták meg. Az azóta eltelt 27 évben elhivatott, önzetlen munkája által vált elismert, megbecsült közösségi a szervezet. A kezdetektől napjainkig az Egyesület legfőbb céljainak megvalósítását tartja szem előtt, melyek a helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, a lakosság biztonságérzetének növelése, valamint a lakosság és a bűnöldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Évről évre hozzávetőleg 60-70 szolgálatot teljesítő tag önkéntes munkáját koordinálja. Irányításával megalakult az Egyesület lovas tagozata, így már lóháton is lehetséges a rendezvények biztosítása, a külterületi védelem teljesítése. Jó kommunikációs készségének köszönhetően minőségi kapcsolattartás van az Egyesület és a helyi települési önkormányzat, valamint más önkormányzatok között. Példás a viszony a rendőri és polgárőri szervekkel, intézményekkel és természetesen a lakossággal. István a TG Virágdekor szakképző iskola és kollégiumban bor és pálinka érzékszervi minősítő és szakoktató végzettségre tett szert, szakdolgozatának címe a polgárőrség főbb tevékenységi területei, mely téma is hűen tükrözi elkötelezettségét hivatása iránt. Önkéntes munkájának teljesítését a családjának szentelt idő terhére végzi, hiszen nap mint nap intézi a szolgálatok esetén felmerülő teendőket, s a sikeres és eredményes működés vonatkozásában ellátandó feladatokat. Családja, felesége támogatása nélkül elképzelhetetlen lenne mások javára történő tevékenysége, melyet a helyi közösség helyzetének javítása érdekében tesz. Vezetői kvalitásának köszönhetően a kölcsönös támogatáson és tiszteleten alapuló polgárőr csapatot tudott kialakítani, amely a település érdekeit hivatott szolgálni. Kecelen túlmutató polgárőri munkája. 1996-tól 2015-ig kistérségi összekötő volt a Kiskörösi Rendőrkapitányság illetékességi területén működő polgárőr egyesületek és a Bács-Kiskun megyei Polgárőr Szövetség között. 1998-tól kezdődően 2015-ig a megyei Polgárőr Szövetség elnökségi tagja volt, s munkáját kiemelkedően végezte. 2014-ben a Kiskörösi járás járási koordinátorának választották, és 2015-ig az Országos Polgárőr Szövetség megyei küldöttje is volt. Orcsik István önkéntes munkáját számos alkalommal elismerték, ezek közül a legjelentősebbek.
2000-ben miniszteri dicséretben és jutalomban részesült a Magyar Köztársaság belügyminisztere Pintér Sándor által. 2006-ban a szolgálat példamutató teljesítéséért elnevezésű dicséretben és jutalomban részesült a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitánytól. 2007-ben tárgyjutalomban részesült a rendőrség munkáját segítő tevékenysége elismeréséért. 2008-ban a Polgárőr Érdemkereszt aranyfokozatában részesült, valamint az év polgárőre kitüntetést vehette át az Országos Szövetségtől. 2010-ben kiváló polgárőr vezetői munkájáért tárgyjutalomban részesült. 2012-ben a közbiztonság érdekében kifejtett kiváló polgárőr munkájáért dicséretben és tárgyjutalomban részesült. 2016-ban Kecel újratelepítésének és várossá avatásának évfordulóján az év polgárőre elismerést vehette át. Aktív közösségi munkát végez egyéb szervezeteknél. Szívesen főz különböző rendezvényeken, vállal programszervezési és koordinációs feladatokat. Kecelváros önkormányzatának képviselőtestülete Orcsik István részére Kecel városáért kitüntetést adományoz a város közrendje és közbiztonsága érdekében kifejtett közösségi munkája elismeréseként. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplők, csak egy pár szót. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy erre a díjra érdemes vagyok, de természetesen, ha nincs polgárőrség, akkor ez sem lehetett volna. Tehát minden polgárőrnek köszönöm, hogy jól, ügyesen dolgoznak Kecelváros közbiztonsága érdekében. Igyekszik az ember, de ha nincs egy családi háttér, akkor ez nem megy. Nagyon szépen köszönöm a családomnak is, hogy mögöttem állnak a mai napig, és tudom ezt a munkát teljesíteni, végezni, hiszen azt gondolom, hogy a közbiztonság az fontos egy város érdekében. Ami még talán a legfontosabb, és erről szó kell, hogy essen, a polgárőrség nem tudna működni támogatók nélkül, ezért köszönöm mindenkinek, önkormányzatnak, a támogatóinknak, itt azért látom, jó páran ülnek, akik segítik a munkánkat, és tényleg nagyon szépen köszönöm nekik, hisz még egyszer mondom, a polgárőrség nem létezne támogatók nélkül, azért a rendőrséget is meg kell említeni, mint együttműködő partnert az önkormányzattal együtt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kecelváros fejlődésért kitüntetést vesz át Balláné Szűcs Adél. Balláné Szűcs Adél 1976-ban Baján született. Az általános iskolát Kecelen végezte, majd 1995-ben a kiskörösi Petőfi Sándor kertészeti szakközépiskolában érettségizett. Egy évvel később kertésztechnikus vizsgát tett. 1999-ben a Kecskeméti Kertészeti Főiskolán kertészmérnök diplomát vehetett át. Kecelen helyezkedett el, a Friss Gyümölcs Kft.-nél dolgozott, majd 2003-tól Kecelváros önkormányzatának kertészeti csoportvezetője lett. 2006-tól a Kecel Kertészeti Kft. Ügyvezetője. Jelenleg ismét az önkormányzat alkalmazottjaként a Városgazdálkodási Csoport vezető helyettese. Kecelváros kertészeti feladatainak irányítójaként mindenütt láthatjuk kezenyomát, gondoskodását. Mióta a közfoglalkoztatottak munkáját is szervezi, felügyeli, azóta tiszták, rendezettek a közterületek. Szép és virágos lett Kecel.
Munkatársaival koratavasztól nevelik, ültetik a rengeteg virágpalántát az utcai virágtartókba, parkokba, szökőkutak mellé, köré. Nem csupán kiültetik, hanem lelkiismeretesen gondozzák, cserélik az idénynek megfelelően. Általuk szépül városunk az ünnepek előtt, gondozzák a ligetet és a parkokat. Közreműködnek az önkormányzat és intézményei, valamint a civil szervezetek rendezvényei megvalósításában. Jelentős részt vállalnak a Flóra Virág Fesztivál és Keceli Országos Fazekas kiállítás megrendezése során. A szakmai zsűri mindig kiemeli minőségi és kreatív virágkötészeti munkájukat. Szinte felsorolni is nehéz a rengeteg feladatot, amit Adél ügyesen koordinál. Sokat tett és tesz Kecel szebbé, virágosabbá, tisztábbá tételéért. Alapos és gondos szakmai munkavégzésével, figyelmes személyiségével és jó kommunikációs készségével nagyban hozzájárul a város fejlődéséhez. Nem csupán a munkáját végzi, hanem szívügyének tekinti a város közterületeinek gondozását, mindig új feladatokat, kreatív ötleteket valósít meg. Szakmája egyben a hobbija is. Férje Balla Zoltán, gyermekeik Zoltán és Norbert. Adél ezúton szeretné megköszönni a számára megítélt elismerést a javaslattevőnek, polgármester úrnak és a képviselőtestület tagjainak. Úgy érzi, hogy ez a díj nem egyedül őt illeti, hanem az egész városgazdálkodási csapatot, a közalkalmazott és közfoglalkoztatott munkatársakat egyaránt. Hálásan köszöni korábbi főnökeinek és jelenlegi főnökének Radva Zoltánnak, továbbá valamennyi munkatársának, hogy támogatják elképzeléseit és segítenek azok megvalósításában. Kecelváros önkormányzatának képviselőtestülete Balláné Szűcs Adél részére Kecelváros fejlődéséért kitüntetést adományoz a város fejlődését elősegítő szakmai és közösségi munkája elismeréseként. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetést mindenkinek. Év vállalkozója elismerésben részesül Palásti Péter. Palásti Péter 1969-ben született Kecelen. Általános iskolai tanulmányait Kecelen végezte. Kiskörösön a Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskolában érettségizett, borászati végzettséget is itt szerzett. 1995-ben kötött házasságot Vörösváczki Erikával. Két gyermekük született, Gréta és Péter. Péter már 14 éves korában művelte a nagyapjától kapott szőlőterületet iskola mellett. 18 éves korára 1987-ben 2 hektár saját szőlőterülettel rendelkezett, amely abban az időben soknak számított. A termést feldolgozta, majd borként értékesítette. 1991-ben a munkahelye megszűnésével lehetőség hiány vállalkozásba fogott. Szőlőtermeléssel, felvásárlással, feldolgozással és értékesítéssel kezdett foglalkozni. 2000-ben megvásárolták a Gajári kastélyt, és feleségével megalapították a Palásti Borászat Kft.-t. Péter mint ügyvezető, felesége pedig mint szakmai vezető dolgozik. Leánygyermekük Gréta jelenleg egyetemi éveit tölti, mint szőlész-borászmérnök. Fiúk Péter középiskolában borászati szakon tanul. A borászatban 30 munkatársal dolgoznak együtt. Cégük Magyarországon az első 10 legnagyobb szőlőfelvásárló és borértékesítő cég közé tartozik. Szőlő alapanyagot 500 szőlőtermelő szállít részükre. 2018 évi bor árbevételük 1,8 milliárd forint volt.
Boraik borversenyeken nagyon szép eredményeket érnek el. Borászatuk a legkorszerűbb technológiával rendelkezik, melyet folyamatosan fejlesztenek. Cégük filozófiája a jó minőségű termék előállítása magas szintű technológiai és higiéniai körülmények között. Kecelváros önkormányzatának képviselőtestülete Palásti Péter részére év vállalkozója kitüntetést adományoz sikeres vállalkozói munkásságáért, Kecelváros jó hírének öregbítéséért. Nagyon szépen köszönöm az elismerést mindenkinek. A képviselőtestület 2015-ben alapította a ProKultúra díjat, melyel a város kulturális fejlődése érdekében kifejtett, kiemelkedő alkotó, építő, szervező tevékenységet ismerik el. A kitüntetés negyedik alkalommal kerül átadásra. A ProKultúra díjat átveszi a Nagy Keceli Képeskönyv alkotócsapata Kis Csaba, Turnai Ágnes, Varga Eszter és Varga Józsefné. Könyvszerzőit külön-külön mutatom be, majd a kiadvány megszületésének körülményeiről Varga Józsefné és Kis Csaba írása alapján hallhatnak egy rövid összefoglalót. Kis Csaba 1972-ben született. Általános iskolába Kecelen járt, majd Kiskunfélegyházán tanult szakmát. 2003 óta a Perfect and Design Kft.-nél dolgozik. Hobbija a numizmatika és a filatélia, hatalmas képeslap, kinderfigura és sorsjegy gyűjteménye van. Minden gyűjt, amely Kecel történetével kapcsolatos, vagy a városhoz kötődik. A Keceli Városi Múzeum újraélesztője 2012. márciusától a múzeum kuratóriumának tagja. A keceli gyűjtőszakkör, majd gyűjtőkör, valamint a múzeum keretein belül a Keceli Helytörténeti Kutatóegylet ötletgazdája és vezetője. A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének országos küldöttje, 2014 óta a szövetség Bács-Kiskun megyei elnöke, a Keceli Értéktár Bizottság elnöke. 2012-től a múzeum rendezvényeinek önkéntes segítője, több kiállításának szervezője, a teljesség igénye nélkül, Kinder Varázs, a képeslap története, Kecel annó, az 1848-49-es szabadságharc eseményei képeslapokon. Gyűjteményéből kiállított Kiskunhalason a Bibó István gimnáziumban, Kiskörösön a közúti szakgyűjteményben és a Petőfi Kulturális Fesztivál keretében, valamint Imrehegyen és Kecelen a könyvtárban. Turnai Ágnes Nagyatádon született, és ugyanott érettségizett az Ady Endre gimnáziumban, majd Kaposváron könyvtáros szakképesítést szerzett. Kecelre 2005-ben költözött. 2007 óta dolgozik a Perfect and Design Kft.-nél. Párjával, Kis Csabával 2012-től a múzeum rendezvényeinek önkéntes segítője. Főként szervezői feladatokat végez, és közreműködik a kiállítások berendezésében. Az említett tárlatok létrejöttében társszervezőként vett részt, és megvalósításukhoz önkéntes munkájával járult hozzá. A Nagy Keceli Képeskönyv létrejöttét szerkesztőként, korrektorként segítette. Varga Józsefné Sendula Juliannak Kecelen született, általános iskolába is itt járt.
Kalocsán érettségizett, majd a kecskeméti felsőfokú óvónőképzőben szerzett diplomát. 1966-tól 2003-ig óvónőként dolgozott, ebből 32 éven keresztül volt óvodavezető. Férje Varga József nyugdíjas kereskedő, lányuk Eszter. Julcsika, miután nyugdíjba ment, hasznos elfoglaltságként a könyvtár helytörténeti gyűjteményében segített önkéntes munkában. Ekkor kezdett alaposabban betekinteni Kecel történetébe. Az önkormányzat által meghirdetett erre is emlékezem pályázatra 6 alkalommal írt visszaemlékezést. 2011-től a keceli hírekben jelentek meg a város múltjáról szóló írásai. A keceli értéktár gyűjteményét eddig 28 javaslattal gazdagította. 2015-től Kis Csaba felkérésére részt vett a Nagy Keceli Képeskönyv 2 kötetének elkészítésében. Elismerései. 1977-ben az oktatásügy kiváló dolgozója kitüntetés, 2001-ben Kecelváros fejlődéséért kitüntetés, 2017-ben értékmentő helytörténeti munkáért elismerő oklevél. Varga Eszter Kecelen született, általános iskolába is itt járt. Kiskörösen érettségizett, majd kertész-technikusi képesítést szerzett. 1999-ben Szekszárdon vette át óvodapedagógusi diplomáját, majd német nemzetiségi szakon kétnyelvű pedagógiai diplomáját 2001-ben. 2018. augusztusáig óvodapedagógusként dolgozott Kecelváros önkormányzatának óvodájában és bölcsödéjében. Fotózással több mint 10 éve foglalkozik, legszívesebben természet, környezetünk tárgyai, jelenségei témakörben. 2012-ben a Flora fotópályázat első helyezettjeként az önkormányzattól elnyerte a Kecelváros fotósa címet. 2015-ben sikeres szakmai vizsgát tett alkalmazott fotográfus képesítés megszerzéséért. 2011 óta a Keceli Hírek a Kecel Média munkájába is besegít különféle témákkal kapcsolatos fotók készítésével. A Kecel és Imrehegy Katolikus Öröksége című könyv jelenkort megörökítő fejezeteit fotói illusztrálják. Jelenleg egyéni vállalkozóként, mint fotográfus tevékenykedik, egyéni megbízásokat vállal, valamint egy internetes magazin oldalain a keceli és környékbeli eseményekről tudósítja fényképes beszámolókkal a kistérség olvasóit. A képeskönyv létrejöttéről. 2016-ban fogalmazódott meg Kis Csaba gondolata, hogy a saját gyűjteményében lévő közel 18 000 darabos képanyag legalább egy részét és a hozzátartozó információ anyagokat közre szeretné adni. Megszületett az ötlet egy Kecel Annó elkészítésére. Imre Károly, a Bács-Kiskun megyei Közművelődési Intézet nyugalmazott igazgatója javasolta, hogy fényképeken kellene megörökíteni a keceli, imrehegyi templomokat, kereszteket, kápolnákat, a katolikus hittel kapcsolatos helyeket. Károly Varga Esztert kérte meg, hogy jelenlegi állapotukban fotózza le azokat. Ezekből a fotókból szándékoztak a keceli Keresztény Értelmiségiek Szövetségével képes kiadványt létrehozni. A két elképzelés végül Kis Csabánál összpontosult, aki felajánlotta a keceli kész szervezetének, hogy az általa megálmodott Kecel Annó kötettel párhuzamosan elkészíteni az általuk tervezett kiadványt is. Eszter fotóival és régi archív felvételekkel kiegészítve. A kötet címe Kecel és Imrehegy katolikus öröksége. Csaba jól ismerte Varga Józsefné írásait a keceli hírek múltidézőjéből, ezért megkérte, hogy segítsen, Julcsika pedig szívesen vállalta a feladatot. Kecelváros önkormányzata megadta hozzájárulását és vállalta a kiadás költségeit. A szerkesztésben, összeállításban Csaba segítőtársa Turnai Ágnes volt. Kisebb megszakításokkal 4 évig tartott, amíg elkészült a Nagy Keceli Képeskönyv 2 kötete. A könyv készítői ellenszolgáltatás nélkül önkéntes munkával járultak hozzá, hogy a kiadvány létrejöhessen.
A legtöbb tényleges munkát a szervezéstől a kapcsolattartáson át a könyv szerkesztését rendkívül kedvezményes áron vállaló B-Design reklámstúdióval való egyeztetésig, kivitelezésig Kis Csaba végezte, közreadva felbecsülhetetlen értékű gyűjteményének képeit. A Kecel és Imrehegy katolikus öröksége a keceli, imrehegyi múltról és a jelen állapotokról mesél. A Kecel anno az első fellelhető keceli képanyagtól a 20. század első éveitől körülbelül az 1980-as évek végéig mutatja be Kecel intézményeit, épületeit, jelentősebb eseményeit, közismert személyiségeit, valamint az itt élők munkáját és életét a teljesség igénye nélkül. Mindkét kötet képeskönyv, amely sok adatközlő emlékét, tudását gyűjti egybe. A Kecel anno szöveges részében többen vesznek részt saját írásaikkal, mely személyeknek az alkotók ezúton is köszönetüket fejezik ki. A Nagy Keceli képeskönyv 2018. december 7-én az ünnepélyes könyvbemutató után került a nagy közönség elé. Kecelváros önkormányzatának képviselőtestülete Kis Csaba, Turnai Ágnes, Varga Eszter és Varga Józsefné részére prokultúra kitüntetést adományoz a város történetét a közösség számára feltáró és megörökítő munkájuk elismeréseként. Az alkotó csapat és magam nevében nagyon szépen köszönjük mindenkinek, azoknak, akik gondoltak ránk és ajánlottak minket erre a kitüntetésre, azoknak, akik képanyagaikkal, információikkal, írásaikkal hozzájárultak a kép vagy a könyvek elkészültéhez, valamint azoknak is, akik jelöltek minket, továbbá azoknak is nagyon szépen köszönjük annak a képviselőtestületnek, akik megszavazták ezt a kitüntetést nekünk. Köszönjük szépen! A folytatásban a Kék ne felejts népdalkör keceli dalcsokrot énekel nekünk. A csoport felkészítője Juhász Anikó. Szép kecelbe két úton kell bemenni, de szeretnék a rózsámmal beszélni. Télen, nyáron muskát is az ablaka. Jaj, de sokat áztam, fáztam alatta. Nem,
Kérem Bányai Gábor országgyűlési képviselő urat beszédének megtartására. Valóban nincs a világon szomorúbb, mint Magyarországon utazni. Kivált, ha meggondoljuk, hogy Hajdan a legnagyobb virágzásnak örvendett, míg ma így nagy területen embert is alig láthatni. Igen, tisztelt polgármester úr, keceli polgárok, hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket településük 285. születésnapja alkalmából. Egy 1717-ben Bécsből Konstantinápoly felé utazó nagykövet felesége írta ezt a visszaemlékezést Magyarország belsejéről, és még azt is mondták neki, hogy sem Buda is Eszék, de talán lejjebb sem települések között nem fog találni még egy házat sem, lehet még embereket sem. És a köszöntőmben egy időutazást szeretnék majd Önökkel megidézni és végrehajtani. De előtte köszöntöm a díjazottakat, mindannyiuknak sok sikert kívánok és gratulálok a címeikhez, megdolgoztak érte, sőt még kiderült, hogy van itt két iskolatársam is, akivel egy iskolába jártunk, bár kíváncsi volnék, hogy a Palásti úrnak milyen bort mertek adni a kitüntetést szervezők, mert kinek a borát adták, Péternek ez érdekelne. Áginak meg külön gratulálok a díszpolgári címezés, kívánok jó egészséget, mert az unokának szüksége van egy gyönyörű szép egészség nagymamára. Úgyhogy sok sikert mindannyiuknak. Nézzük ezt az általam időutazásnak vélt gondolatsort. A törököt kivertük 1680 Budáról, aztán majd később a híres Zentai csata, és később még pár nagy csatával megszüntették a keresztény seregek a török uralmat, és a 150 éves pusztítást, ami bennünket ért a 17. század végére. És hogy leírják az akkori ideérkezők, tényleg egy sivár pusztaság várt azt, aki idejött a Don Tisza közére. Igaz, hogy maradtak a Sóút mellett városaink, hisz Kiskunas is túlélte a török uralmat, főképp a kunoknak köszönhetően. Így menekült meg Szeged is, Kecskemét is, mert valamiféle szállítási útvonal voltak is, nem csak a Dézsma miatt kellettek maradni, hanem a, mondjuk azt, hogy rabszolgaként a törökök dolgoztatták őket, és maradtak azért néhányan, néhány település a mi mai megyénkben. De gondolják el, hogy mi van akkor, hogyha bár most úgy jöttem az 54-es út mellett ebben a hatalmas szélben, mert az időjárás úgy döntött, hogy Nagybőjtnek még nincs vége, még a húsvéti sonka is meg szerintük távol van, az időjárás úgy döntött, hogy ma még bőjti szeleket ad nekünk, és vitte a port, vitte Kecel határába a port, és hát a jó meggondoljuk, hogy Patacsics Gábor érsek nagyvonalú volt, mikor ide csalta az önök őseit, de mégis a leggazdagabb vidéket adta az önök őseinek,
hanem olyan munkát adott önöknek, az önök őseinek, hogy a homok hátán kellett bizonyítaniuk az elmúlt közel 300 évben. De gyakorlatilag ez a kihalt, kipusztított világba ideérkezők, akik bátrak voltak, mert ez a néhány tucat család pár év alatt már szinte megduplázta a lélekszámát, de mégiscsak önöket úgy ismeri a helyi történetírás és a környék települései, hogy önök egy nagyon szívós nép. A keceliek nem csak hogy a homok hátán megélnek, mert ez egy ilyen egy nagyon furcsa és egyszerű frázis, de tényleg aki meg tudta kötni az elmúlt 200 évben, mert kb. Lassan 200 év, hogy szőlőt kezdtünk termelni ezen a vidéken, és gyümölcsöt, létrehozták Magyarország egyik gyümölcsös kertjét, szőlős kertjét, a legnagyobbak közé tartozót, bár ma ez inkább néha átok, nem áldás, de ez emelte föl Kecel minden kedves polgárát, hisz önök is voltak már sokkal többen, mint ma voltak, és ez mindannak köszönhető, hogy szorgos nép alkotta ezt a közösséget. De gyakorlatilag egy kihalt vidéket kellett újra telepíteni, újra népesíteni. És hát ha hiszük, ha nem, nekünk magyaroknak, bár ki milyen szittyebőre, vagy milyen származása van, azt mindenki maga tudja, maga sorsát ismeri. De mi együtt alkottuk meg ezt a mai szűkreszabott határok közé szabott Magyarországot. Magyarok, svábok, németek, tótok, rengeteg más náció délről, rácok, horvátok, bunyevácok, románok, ruszinok és hát mindenfajta más népek, de közülük a legtöbben és a mondjuk azt, hogy legnagyobb népsűrűségben mégiscsak Bács-Kiskun-Déli részén élnek ma a mai Magyarországon. Mi így lettünk ilyen közösségi, amelyek lettünk, amelyek vagyunk, mi bennünk rengeteg vér csörgedezik, és szinte nehéz megkülönböztetni már csak a nevek alapján esetleg kinek-kinek a származását. De egy közös volt az őseinkben, akik ide érkeztek, hiszen a szomszéd várból, Jankovácról jöttem, és ennek az önök városának, szedett városának volt Jankovácsi jegyzője, akinek még a gerendája is ki van rakva az önök városházáján. Pető István jegyző, akinek felmenői, az én felmenőim is egyben, és ilyen értelemben van egy kis közöm az önök városához, talán több is, mint az átlagnak, és közülük két fia is a település jegyzője lett Kecelen. De éppen azért, hogy ez a település így adta össze a múltját, ennek a fő rendező elve egy közös kultúra volt, amit az érsek, az akkor érsek, Patacsics Gábor szervezett a saját vallási közösségeiből, határon belül és kívülről, ahogy előtte Csáki érsek úr pedig más településeinket hozott újra létre, hisz itt már sok száz éve, 800 vagy 900 éve is éltek a mi egykorú még színmagyar őseink. És hát Kecel is egy tipikus olyan hely, ahol miután mindenhol a Dunatiszek közén nem a nemesek érkeztek először, nem a nagyurak érkeztek először, hanem az érseknek a mondjuk az a jobbágyai, mindannyian szegény sorba jöttünk, mindannyian szegény emberként kezdtük, és éppen ezért jobban is ragaszkodunk ehhez a homok futta, szél futta, homok csípte időnként nem túl kedves világhoz, amiben belenőttünk, amiből kinő a családunk következő nemzedéke is. De éppen azért, hogy ezt értsük, ezt a gondolatsort, ez a világ azt is megmutatja nekünk itt Kecelen, de a térség és a megye más részein, hogy igenis fel lehet törni, fel lehet jönni a mélyből, a szegényből lehet gazdag, sőt még mágnás is. Erre Kecelen számos pozitív és értelmezhető példa is adódik az elmúlt közel 300 évből. De ami talán fontos, hogy ez egy kultúrkör, az egy vallás, bár különféle nyelveken, különféle génekkel egyesítette a kecelieket is, és ebben fontos üzenet az, hogy az azonos kultúra tudja magát erősebbé tenni, azonos kultúra, azonos vallás tudja megvédeni az adott örökséget, amit önök ma itt lassan 300 év távlatába őriznek és védenek, ehhez pedig nagyon nagy lelki erő kell mindenkori nehéz és jobb időkben. De azért nézzük meg, hogy mi is volt ez a ide település. Az érsek azt mondta annó itt Magyarországon, de a töltéseket, a hajósokat, nem esetleg pedig valamelyik frank vagy sváb vidékről, messzi országrészből, országból ide csalta akár a király, harmadik Károly, vagy éppen később Mária Terézia, mindenfajta ígéretekkel, hogy találnak itt jó földeket, találnak itt megélhetést, jó vizeket, lesz bőség, és időnként hát volt, ahol illancsra, akik eljutottak,
rögtön három éjszaka után el is illantak, ezért a szomszéd határnak a neve az illancs, mert nem mindenki bírta ezt a világot. De ez az érsek azt ígérte mindenkinek, hogy kedvezményt is fog adni. Hát tényleg nem sok ember tud ide csalni, de az a, mondjuk azt, hogy 12-3 nemzedék, ami eltelt az új telepítés óta, bizonyította, hogy tényleg egy virulens, életképes közösség lett abban a néhány tucat családból létre. De nem volt semmi. Amikor önök abbaadják mondjuk valami bánat okán a szőlőtermesztést, vagy ne adj Isten a gyümölcstermesztést, amitől óvaintem önöket, bár nehéz ma ilyen embernek lenni, aki gazdálkodik, aki megpróbál kezemunkában megélni, hisz nem mindig adja vissza a föld, amit mi elvárunk tőle. De tudják, hogyha ott hagyják a kertet, a szőlőt, a gyümölcsöst, pár év múlva ott már az enyészeté lesz minden. Így volt ez 150 év alatt. Az egykoron gazdag Kunság, Dontisza köze, vagy a mai Hátság, ezt nem csak kiürült, de fölverték a különféle erdőfélék, bár akkor még nem volt nyárfa, még nem volt akácfa sem, még sőt, meg erdei fenyő sem volt a vidékünkön, csak tölgyesek voltak. De ez egy mocsaras, semmire nem való világ lett, úgyhogy még a homok is időnként felütötte a fejét, és ezt kellett gyakorlatilag a semmiből, a pokolból, szinte sivatagi körülmények közül, bár a mocsár mellett, ugye az oázisnak tűnik a sivatag mellett, már van ilyen világ más részen is, de itt kellett hazát, új hazát alapítani, új életet létrehozni. Ez nem volt könnyű történet. Hisz sokan költöztünk el, mikor megházasodtunk más településre, vagy a társunk, vagy mi magunk, vagy az őseink jöttek be valami oknál fogva más országrészből, ahol éppen élünk, az semmi ahhoz képest az az idevándorlás, mint amikor valaki pionírként feltöri a földet, megműveli a homokot és megköti, és hazát teremt benne, egyházat hoz létre benne, és megteremti a jövő nemzedékei számára a megélhetést. Hát ezért illeti nagy tisztelet a városalapítókat, ezért illeti az önök őseinek emléke azt, hogy mindenki meg kell emlékeznünk rá, és remélem, hogy 15 év múlva a 300. évfordulón mindannyian jó egészségben itt lesz, akik ma jelen vannak, és kívánom, hogy nagy ünnepséget tartsunk akár közösen, hogy örülve annak, hogy volt egy érsek, volt egy uralkodó, és voltak a keceliek nemzedékei, sok tízezer ember, aki miatt itt lehetünk 300 év után is, 15 év múlva. Ehhez pedig mindenkinek tényleg jó egészséget és nagyon sok hasznos munkát és megértést kívánok. És zárszóként, kedves keceli barátaim, nekünk együtt kell boldogulnunk. Ha tetszik, ha nem, kevesen vagyunk ma már ahhoz, hogy továbbra is széthúzzunk. Ez mindenkit hívok a nagy feladatára. Mindenkinek van helye otthon, a munkahelyén, a vállalkozásában, a hivatalában. Mindenki végezze el a tetteit, ahogy azt meg kell cselekedni, tegye meg. Mindenki tegye meg ezért a városért, mert az önök városa egyébként Bács-Kiskunnak a dísze. Nincs szégyenkezni valójuk a városokért, és több bizalom is kéne a keceliekbe, időnként tapasztalom, mert nagyon komoly erő van az önök településében, nagyon komoly lelki erő, gazdasági erő, és ennek a kihasználásához pedig mindenkinek a munkájára szükség van. Éppen ezért önöket erre is szeretném biztatni a 285. évfordulón és a városalapítás, vagy városának kinevezés 26. évfordulóján. Tisztelt keceliek, tisztelt polgármester úr, megköszönöm a türelmüket, hisz már nagyon sok beszéd elhangzott, nem csak polgármester úr részéről, de azt a könyvet én is hadd említsem meg, mert bár nem tudtam itt lenni az a könyv átadóján, de nagyobb városok ilyen könyvet 10-15 kötetbe adnak ki, a gazdag városok, itt pedig 2 kötetbe tudták belesűríteni. Ez óriási munka, óriási feladat volt, ezt gratulálok, és magam is már forgatom, mikor kecelről kell információt gyűjteni. Tényleg remek munka volt, ezt ne hagyják abba, bár a fotó művészete az alig 150-60-70 éves, tehát messze nagyon nehéz visszamenni, de a jövőt is meg kell örökíteni, ehhez pedig sokan várják az önök áldatos munkáját, mert kell még a kecel annó, kell még majd emlékezni, akár 15 év múlva a 300. évfordulóra. Az őseinket gondolva, előttük tisztelegve, kívánok mindenkinek jó egészséget, hasznos munkát, jó szomszédot, barátot, segítőtársat a következő esztendőköz, a következő 285 esztendőz, ami önök előtt biztosan még áll. Ha jó Isten akarja, akkor itt leszünk, nem akkor, de még 15 év múlva, de az önök gyermekei, unokái és dédunokái népesítsék be újra ezt a várost, legyen dísze minden kecelének,
nem csak egy könyvben, nem csak egy emlékben, nem csak egy díjban, de a szívébe beleírva, hogy Kecel számára a világ közepe, ezért érdemes szerintem sokat tenni, talán érdemes érte többet tenni és élni, bár meghalni nem kell Kecelért, de tegyék meg ezzel a városért, hogy átörökítik, tovább viszik, és mindenkinek, aki majd ide látogat önökhöz, bármilyen ünnepségen, bármilyen múzeumokba, bármilyen vállalkozást megtekinteni, azt fog érezni, hogy megérdemelte Kecel, hogy megmaradt. Hála Patacsics Gábor érseknek, és hála az alapító anyáknak és apáknak, akik ezt mindezt létrehozták, elindították, és önöknek köszönhetően tovább viszik. Sok sikert, Kecel, boldog születésnapot kívánok! Évfordulónk alkalmából elismerésben részesülnek az előző év legeredményesebb munkát végző polgárőrei is. A kitüntetetteket az Egyesület tagjai maguk közül választják. Felkérem Pintér Csabát, az Egyesület tiszteletbeli tagját és támogatóját, Orcsik Istvánt, a Keceli Polgárőr Egyesület elnökét, valamint országgyűlési képviselő urat és polgármester urat az év polgárőre kitüntetések átadására. Elismerésben részesül Bleszák Gábor. A Keceli Polgárőr Egyesület Bleszák Gábor részére Kecelváros közrendje és közbiztonsága érdekében végzett kimagasló társadalmi tevékenysége elismeréseként az év polgárőre 2018 kitüntetést adományozza. Elismerésben részesül Senduláné Lavati Éva. A Keceli Polgárőr Egyesület Senduláné Lavati Éva részére Kecelváros közrendje és közbiztonsága érdekében végzett kimagasló társadalmi tevékenysége elismeréseként az év polgárőre 2018 kitüntetést adományozza. Kecelváros önkormányzata minden év januárjában pályázatot ír ki, erre is emlékezem címmel, melyen keceli vagy hajdan keceli lakosok tollából származó, a városhoz kötődő írással lehet részt venni. A pályázatra az idei évben 4 pályamunka érkezett, melyet a 3-tagú zsűri összesített véleménye alapján jutalmazunk. Első helyezett lett a Cseléd voltam kis csalán című írás, melyet Rácz Hajnalka Mária készített. Kérem a díjazottat, hogy fáradjon ki. Második helyen foglal helyet Ferró Ágnes, édesapám Ferró Lajos 50 éves zenész múltja című írás. A harmadik helyen 2 pályamunka végzett, Stencelné Borbényi Ildikó, Dédapám udvara című írása.
és Breznyán Istvánné mezőgazdasági munkák bemutatása mintegy 100 év távlatából és a munkaeszközök változása napjainkig. Az írások a Városi Könyvtár és Művelődési Ház helyismereti gyűjteményébe kerülnek, és a jövő héttől mindenki számára elérhetők, olvashatók lesznek. Ajándékkal szeretnénk megköszönni a zsűri munkáját, kérem, hogy jelenlévő tagjai polgármester úrtól vegyék át ajándékukat. Szedres Károlyné nyugalmazott igazgató. Tihor Lászlóné címzetes igazgató, ő úgy tudom, hogy nincs itt, és Kis Csaba a helyi értéktárbizottság elnöke. Köszönjük valamennyi fellépőnek és felkészítőnek, hogy műsorukkal színesítették ünnepünket. Kedves vendégeink, ünnepi képviselőtestületi ülésünk ezennel véget ért. A kitüntetetteket néhány közös fotó készítésére kérnénk, majd átsétálunk a Patasít szoborhoz, hogy elhelyezzük a tisztelet és az emlékezés virágait. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem, énekeljük el együtt a szózatot.